Macsóknál. Ma délután Hanvai PG. A házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy. Két perc múlt el délután 5. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok! Nekivágunk ennek a hétvégének, az első idei augusztusi hétvégének. Mellettem a Rádió egy live mixben, ma délután a diszkósi képviseletében, Hanvai Pécsi élőben a lemezjátszóknál. Szevasz, Pécsi! Szia, Geri, szevasztok, kedves Rádió egyesek, és persze minden felületen ott vagyunk, lehet minket nézni élőben a YouTube-on és a TikTok csatornámon is, csatlakozzatok, hallgassatok minket. És közben dolgozunk össze, hol vannak ma a legnagyobb dugók, hol vannak balesetek, láttatok-e valahol trafipaxokat, merre lehet megúszni a nagy dugókat, hol vannak kerülőutak, minden jöhet mindenhonnan, SMS és Viber számunk 0-23-111-111. Induljunk el. Nagyon finoman kezdünk, és utána nagyon bedurvulunk. Gimme, gimme, gimme some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Whenever the reaper takes my life, never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. We'll be right back.
Ma délután Hanvai PG élőben a lemezjátszói mögött nagyon fontos közlekedési információink vannak. Több autó karambolozott az M1-es autópályán Budapest felé a Lévényi szakaszon a 155-ös kilométernél, a sérült járművek a belső sávon vesztegelnek. Sziasztok, óriási baleset az M3-as autópályán Budapest felől Debrecen felé a 132-es kilométernél, három autóval rommá törve, kb. 20-szal lehet elmenni mellettük. Sziasztok, motoros és személyautó ütközött össze a 47-es főúton Szeged és Hódmezővásárhely között, a Szegedre vezető úton a híd előtt a kanyarban, útzárban, ezt Kervi jelezte nekünk. Lassú haladás szintén baleset miatt az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon, Paks térségében, Budapesten pedig egy műszaki hívás jármű foglalja el a külső sávot az Erzsébet körúton, a Margit híd felé a Dohány utca előtt. Nagyon vigyázzatok magatokra, bármerre is jártok most. Mindenkinek jó utat! Ezt muszáj, hogy most elüssük valamivel. Egy SMS. Sziasztok, a Hanvai ma úgy néz ki, mint Lotfi Begi ikertesója, írja Jóci. Nem tudom, hogy ez dicsérete vagy sértés. Szerintem nem az első. Hát figyelj, ez ilyen. Hát ez sok a hasonlóság. Ezek szerint most hogy az, hogy mind a ketten jól nézünk ki, vagy nem tudom. De most megnézem magukat a kameraképen. Tehát, hogyha van valaki, akire nem hasonlítasz, az a Begi. Szerintem. Mondjuk, hogy én is, hogy nézem, mert egyébként mi is nézzük a live-ot. Írjátok meg ezzel kapcsolatban, hogy valóban hasonlítok-e Lotfi Begire, vagy sem. Viber számok 0623 111 111, de akár írhatok TikTokon is. Menjünk közben tovább. Egy finommal, nehogy aztán több baleset legyen. Jöjjön a Fast Boy itt a Rádió Egyen. I'm here.
cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show. I'll leave you all the memories. Hey, this is Minelli, you're listening to Radio 1 Hungary. Try to put I'm not afraid to
5, 4, 6, 7, and 9, 10, keep on counting. I still love you. I got 21 reasons why. A Rádió egy live mix a diszkósít képviseletében ma délután Hambai DJ élőben a lemezjátszói mögött meghoztuk a péntek délután legfontosabb közlekedési információit figyelem. Kamion és személyautó karambolozott a 6-os főúton néhány perccel ezelőtt Dunaföldvár és Dunakömlőd között, a 96-os kilométernél a teljes útpályát lezárták, Bölcske és Madocsa felé tudtak kerülni. Baleset történt a szakadó esőben az M7-es autópályán az Arabóna pihenőhelynél Hegyeshalom felé. Ezt Tamás jelezte nekünk, nagyon köszönjük. Erős a forgalom az M7-es autópályán Letenye felé Budaörs és Ért között, és sokan haladnak az M0-es keleti szektorán is az M5-ös autópálya csomópontjától az M3-as felé Gyál térségében. Vigyázzatok magatokra és a többi autós is, mindenkinek jó utat! És ha van más infótok, küldjétek, dolgozunk össze, a számunk 0623111111, mi a most? Hát egy igazi saját jön, a háttérben Roberto Vini és jó magam, Hanvai PG, és nagyon-nagyon fontos, hogy szombat este találkozhatunk, ahol szinte csak és kizárólag élőben, ugyebár sajátokat fogok játszani, és ez a dal is fel fog csendülni, Szlovákiában még hozzá Ipoly Szalkán, most pedig megyünk tovább, hát hogy is mondjam, ez az úriember is jó lenne, hogy egyszer eljönne egy Rádió 1-es rendezvényre, szerintem Farukót mindenki imádja az egész világ, nem csak Magyarországon, és szerintem ez minden idők legnagyobb Farukodala, úgy, ahogy mi érezzük. We'll be right back.
15-től 6-ig. Live Mix.
délután 5-től 6-ig. Hétköznap délutánunként 5-től 6-ig mindig élőben, mindig két lemezjátszóról szólnak az igazi mai slágerek, de minden nap más-más rádió egy DJ-vel. Ma Hanvai PG a diszkósít képviseletében élőben itt mellettem a stúdióban. Nagyon fontos közlekedési információk jönnek. Baleset történt még korábban az M6-os autópályán Pécs felé, Paks térségében a 111-es kilométernél egy sávon halad egyelőre a forgalom. Aztán ebben a pillanatban jött ez az SMS. Szia Geri, három autó karambolozott az M5-ös autópályán a Lajos-Mizsei lehajtó és a Hetényi pihenő között a belső sávban. Ezt Regi jelezte nekünk. Nagyon köszönjük, Regi. Nem tudjuk, hogy melyik irányban történt mindez, de még egyszer elmondom, az M5-ösön, tehát egy hármas karambol a Lajos-Mizsei lehajtó és a Hetényi pihenő között. Lassú a haladás az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Mezőköves térségében, csak úgy, mint az M5-ösön Röszke felé Örkény magasságában. Ezt is többen megírtátok. Nagyon vigyázzatok magatokra, sok a baleset. Mindenkinek jó utat! Helgu írja, tök jó, hogy a diszkósít öregszik, így a kedvenceimet játsszák feldolgozni. Na tessék egyébként, még szerencsé, hogy a világ legnagyobb lemezlovasai öregednek, és mindenki feldolgozásokat csinál, de tényleg a David Guettától kezdve az Armin Buurenen keresztül mindenki feldolgozás. Valamiért ez lett a trend, nem tudom, hogy miért, de mi is nagyon-nagyon sok csajátot csinálunk. A következő egyébként egy diszkósít saját, amelyet meg tudtok nézni, mivel a héten már kikerült a diszkósít YouTube csatornájára. Ez egy újdonság, Purple Disco Machine, Kangs és a diszkósít verzió. Itt a Live Mix a Rádió Egyen. Tessék kapaszkodni és figyelni! There ain't
délután 5-től 6-ig.
lights do. Acid. 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 Halljátok, ez volt a Rádió egy Live Mix, augusztus 4-én péntek délután Hanvai PG által lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Ezt az Alfa Barbie Girl feldolgozást nem láttam jönni. Ez nagyon durva, tehát ez annyira meredek, hogy félelmetes egyébként. Ugye most nagy divat, van film is Barbie-val, vannak applikációk Barbie-val, és zenében is visszatér 2023-ban Barbie. Én nagyon-nagyon szeretem pláne ezt a verziót. Két fontos közlekedési információ. Még mindig teljes útzár van a 6-os főúton Dunaföldvár és Dunakömlőd között a 96-os kilométernél, ahol egy kamion és egy személyautó karambolozott, Bölcske és Madocsa felé tudta kerülni, és egyik előző SMS-ezőnk Regi pontosította a néhány perccel ezelőtti üzenetét, három autó karambolozott az M5-ös autópályán a Lajos Mizsei és a Hetényi pihenő között, a Szeged felé vezető oldalon történt ez a baleset. Kedves Regi, nagyon köszi, hogy ezt hozzátette, vigyázzatok nagyon magatokra, nagyon sok ma a baleset, mindenkinek jó utat! 0-23-111-111, erre a számra nagy szükség lesz továbbra is, hiszen mindjárt indul a Rádió egy kívánság műsor, ti pedig jöttök vissza 6-tól. Így van, illetve 8-tól, ugyebár minden este 8 és 9 óra között diszkósít Rádió Show, és nagyon-nagyon fontos, hogy szombaton Szlovákiában, Ipoly Szalkán tudunk élőben találkozni, ha valaki ott van a környéken, ugorjon be, hát ilyen barbik majd jönnek jobbról-balról, szavaztok. Nagyon köszi, PG, innentől tehát ti válogatjátok az igazi mai slágereket, várom a hívásokat, üzeneteket, hajrá! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.